Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm minden kedves vendég és haraszti szurkolókat, és mind a két résztvevő csapatot. Vasárnap 15 órakor a Gyula együttesét fogadta első számú felnőtt csapatunk az Alföld csoport 17. fordulójában. A Gyula a Harma József Ákos, Dóca Gábor, Vince Dániel, Weber László, Valentényi Viktor, Zelenyánszki László, Bálint Balázs, Kovács Tamás, Nagy Gergely, Bagyinszki Attila, Jean-Paul Nomel összetételű együttessel kezdte meg a mérkőzést. A DMTK Szappanos Péter, Grimm Ferenc, Ugi Márk, Rétsági Ákos, Dallos Gábor, Mészáros Dániel, Wagner András Gusztáv, Lázár Zsolt, Dabasi Károly, Patkó György, Dobes Bálint 11-el futott ki a pályára. Télen nem volt túl nagy mozgás a játékos keretünkben, hiszen az Érdre igazoló Riba Zoltán Dániellel és az Angliába költöző Kovács Mártonon kívül senki nem hagyta el csapatunkat. Ellenben érkezett a korábban az NB1-ben is futballozó Lázár Zsolt, Bakos Bence Török Bálintról, Pap Gergely Taksonyból és Grimm Ferenc féléves kölcsönadása után visszatért Alsónémediről. Az első fordulóban a Gyula a Dabassal X-et, mi pedig a Tiszavolán otthonában arattunk 3-0-ás sikert. Mostani ellenfelünknek és nekünk is 29 pontunk volt a mérkőzés előtt, és csak jobb gólarány miatt előztük meg őket a tabellán. Éppen ezért, aki tapadni akart a listavezető Dabasra, annak ezt a meccset hoznia kellett. A negyedik percben rögtön helyzetbe is kerültünk, de a Dabasi Károly lekészítése után Patkó György a kapu mellé lőtt. A hatodik percben ismét mi indulhattunk meg a bal szélen, Dallos Gábor húzott el, majd megpróbált középre ívelni, ahol a labdára Mészáros Dániel indult, ám védője fel tudott előle szabadítani. Igaz, ezt röviden tette, hiszen Grimm Ferenc összeszedte a labdát, de ő is a védőkbe lőtte azt. Nagyobb lendülettel kezdte a Haraszti a mérkőzés, mint ellenfele, gyorsan el akartuk dönteni a találkozót, ám ez sokáig nem sikerült, hiszen az utolsó passzokba hiba csúszott, mint ahogy itt is láthattuk, ám Patkó György még visszaszerezte a labdát, amit kitett Grimm Ferenchez, ő pedig egyből szöktette a jobb szélen futó Mészáros Dánielt, akinek középre ívelésére Dabasi Károly érkezett, ám jobbal a kapu mellé helyezett. A tizedik percben Ugi Márk hozta föl a játékszert, majd indította meg középen Dobes Bálintot, aki egy cselt követően kapura próbált lőni, ám ballábas lövése levágódott a védőkről. Mészáros Dániel ezt összeszedte, majd elindult a jobb oldalon, őt is feltartották, de ezúttal a játékvezető sípja néma maradt, de később a partjelző beintésére lefújta az esetet. A labda mögé Patkó György állt, a 17 méteres szabad rúgás a centikkel ugyan, de elkerülte a kapunkat. Az első veszélyes gyulai lehetőségre sokáig kellett várni, hiszen még a 36. percben is mi léphettünk ki zicserben. Lázár Zsolt szöktetése után Patkó Györgyöt két védő is húzta, így nem tudott pontosan célozni. A labda harman zsákmánya lett, a lepattanó után pedig már kisodródott helyzetből nem tudott kapura lőni. A 38. percben Nagy Gergely szögletére robbant be középen Bálint, ám az ő fejese is elkerülte a kapunkat. Majd a 43. percben Szappanos Péter hosszú kirúgásával lefülelték a gyulaiak, és egy újabb támadást próbáltak meg belőle indítani, ahol a csereként beálló Kanyó húzott el a jobb oldalon, majd visszajátszott, ismét hozzákerült a labda, és beadásra szánta el magát, amit Jean-Paul Nomel ugyan levett, de ez így Szappanos Péter élet. Fél idő végére láthattuk, hogy azért egy kicsit följöttek a gyulaiak is, bár ugye a szél őket támogatta az első játék részben, de kevés helyzetet tudtak kialakítani, még a mieink előtt azért adottak veszélyes lehetőségek, de itt láthatunk egy 45. percben egy Jean-Paul Nomel kiugratást, ahol a csatár ugyan elesett, de a játékvezető nem fújt jogosan, hiszen nem történt semmiféle ütközés a két játékos között. Majd a lefújás előtt kevéssel ismét egy gyulai felszabadítás fülelt le Wagner András Gusztáv, amivel szöktette Mészáros Dánielt. Átívelte a hosszú oldalra a labdát, mit Dabasi Károly előbb levett, majd egy cselt követően megpróbált középre passzolni, ami Dobes Bálint elé került. A kapura lövése centikkel ugyan, de elkerülte a kaput. A félidő lezárásaképp pedig Nomel próbálta megszerezni a labdát, amit végül Nagy szedett össze, és lőtte jobbal 40 méterről, és a megpattanó labda, amit még a szél is megnyomott, Szappanos Péter nagy bravúrjára volt szükség hozzá, hogy ki tudja ütni szögletre a játékszert.
4 percet hosszabbított a játékvezető az első félidőben, hiszen egy sajnálatos sérülés is történt, mivel Dóca Gábor egy rossz mozdulat után valószínűleg térszalagszakadás szenvedett, akinek ezúton is jobbulást kívánunk. A második játékrészt a Gyula kezdte, de a DMTK játszott továbbra is fölényben. 48. percben Dallos Gábor bedobását Patkó György fejelte neki vissza, majd megindította Dabasi Károlyt, aki elindult a bal oldalon, ám védője odalépett elé. Dabasi Károly pedig csak szabálytalanul tudott odalépni a játékosnak, így sárga lap lett a jutalma. Az 56. percben a gyulaiak szövegettek egy támadást, Valentényi passzolt ki a bal oldalon igyekvő társához, majd Nomellért ismét labdához, aki kiugratta a csereként beálló játékost, aki ugyan előtte a labdát a hálomba, de már lesen állt a passz pillanatában, így mi jöhettünk szabadrugással. Az 58. percben ismét nagy próbált volna meg kilépni védőink között, de remekül fülelte le Vágdan András Gusztáv a labdát, amiből támadást indíthattunk volna, de ismét a gyulaiaknál volt már ekkor a játékszer. Vagy Récsági Ákos szabadított föl a kapunk elől, amire Dobes Bálint indult el, de a hazafejelt labda harman zsákmány alatt, azonban ő rosszul dobta ki a játékszert, mire lecsapott Mészáros Dániel, és zicserben a kapust is kicselezve a hálóba gurított, így megszerezte csapatunk a vezetést. Szemfüles volt Mészáros Dániel, hiszen a kapus rossz kidobására okosan csapott le, és a védőt megelőzve elhozta a labdát. Utána már nem volt nehéz dolga, hiszen ugyanitt még látjuk, hogy a kapus belekap a labdába, de ez szerencsésen elénk pattan, amit Mészáros 5 méterről már a hálóba passzol. Ettől a góltól megzavarodott a Gyula, amieink pedig lendületbe jöttek. Sorra vezettük a támadásokat, ami ezúttal eredményes is volt. Rögtön a középkezdés után próbálta meg a Gyula kihozni a labdát. Dobes Bálint labdát szerzett, amit Mészáros Dánielhez passzott, majd ismét Dobeshez keveredett a játékszer, és Patkó indulhatott meg vele, kilökte a bal oldalra a labdát Dabasi Károlynak, aki középre ívelt, és a hosszú oldalon berobbanó Patkó György 5 méterről nem hibázott, a hálóba passzolt. Közel 40 másodperc alatt el is döntöttük a meccset. Dabasi Károly fantasztikusan tekert középre, ahol a védő még lukat rúgott, majd a másik védő is, Patkó György pedig senkitől sem zavartatva a hálóba tudott helyezni. Teljesen megzavarodott a Gyula, és próbált volna visszajönni a mérkőzésbe, ám ez ezúttal kevés siker koronázta meg, de itt láthatunk majd egy szabadrugást, amit Nagy Gergely végezhetett el. Lövése megpattant a sorfalon, ami így megzavarta egy kis Szappanos Péter, de még így is leért a rövid sarokra és hárítani tudott. Majd egy ugyancsak megpattanó szabadrugást okozott veszélyt, ám ezúttal Patkó György volt a feladó, és az a szögletre vágódott, bár nem sok kellett volna ahhoz, hogy esetleg kaput találhasson a lövés. A szögletet Dabasi Károly végezte el, ami Mészáros Dániel elé pörgött, és ritkán látható remek mozdulatta csavart a felső léc alá, ollózó mozdulatta, már is 3-0-ra vezettünk, és akkor még csak a 67. percben jártunk. Dabasi Károly remekül ívelt középre, amit Harman csak kiütni tudott, mint ahogy majd most látható is lesz. A labda így fölpörgött, Mészáros Dániel előbb fölemelte, majd remek ollózó mozdulatta fölbombázta a létszalá a labdát. Esélyesen volt a kapusnak. Az esetnél meg is sérült, hiszen az ellenfél egyik védője belerugott a lábába, így le kellett őt cserélni helyére. Az előző héten a harmadik gólunkat szerző Kovacsik Tibor állt be. Gyula elkeseredetten próbálkozott, ám ezután már passzaikba rendre hiba csúszott. Itt is Vágnan András Gusztáv fülelte egy labdát, pazarul indította meg a kiugró Patkó Györgyöt, aki két védő is a kapus szorításában parádésan emelt a hálóba. Látható, hogy már a kapus is késve indult, a két védőt megelőzte, támadunk. Már 4-0 volt, Patkó György is a második gólját szerezte ezzel. Remek gól volt. És még mindig nem volt vége, hiszen hiába vezettünk 4-0-ra, továbbra is csapatunk maradt lendületben. Igaz, volt egy beadása még a gyulaiaknak, de ezt a szögletet könnyűszerrel húzta le Szappanos Péter, amiből meg tudta indítani a jobb szélen felfutó Green Ferencet.
mérkőzésen jobb hátvédet játszó játékosunk elindult a labdával, majd a leshatáron kilépő Patkó Györgyöt fantasztikusan ugratta ki, aki az elfekvő kapus alatt már az 5. gólunkat szerezte. Ő triplázni tudott, csapatunk pedig 5 gólt szerzett. Ezzel már teljes volt a K.O. Mutatja is a játékos, hogy ez volt a 3. gólja, akinek egyébként ez a bajnokságban a 11. volt, és ezzel 2. a góllövő listán, hiszen a tiszavolános Faragónak 12 találata van. Remekül ugrattak ki Grimm Ferenc Patkót, aki nem is hibázott. Nem sokkal a lefújás előtt Nagy Gergely próbált meg egy szabadrugást a kapuba csavarni, de próbálkozása elkerülte a kapunkat. Majd a játékvezető nem hosszabbított sokat, hiszen a 91. percben véget vetett a mérkőzésnek. Még láthatjuk, hogy próbálkozik a Gyula egy távoli kísérlet, de ez is Szappanos Péterben elhal. De a játékvezető véget vett a mérkőzésnek, ez pedig azt jelenti, hogy csapatunk fölényes 5-0-ás győzelmet aratott a mérkőzés előtt még ugyanannyi pontszámmal álló Gyula ellen. Az 5-0 pedig azt is jelenti, hogy ezzel már 5 pontra megközelítettük az első helyen álló Dabast, azaz még nem ledolgozhatatlan a hátrányunk se. A 3. helyen továbbra is a Kecskemét áll, mögöttük pedig a Gyula található a tabelán, hiszen ebben a fordulóban mindketten vereséget szenvedtek. A következő mérkőzésünket pedig majd vasárnap 16 órakor Monoron játsszuk. Az ellen a csapat ellen, akik szintén jól teljesítenek, ám a tabellán még mögöttünk állnak, és az első őszi fordulóban 4-0-ra vertük el őket hazai pályán. Reméljük ismét győzelemnek örülhetünk majd.